A sárospataki rendvédelmi főzőverseny helyszíne idén a vízikapu volt. A második alkalommal megrendezett eseményre ezúttal is több százan érkeztek, akik elsősorban a szórakoztató programokra voltak kíváncsiak is arra, hogy a nevező 16 csapat mit főz a felállított bográcsokban. Körömpörkölt, zuzapörkölt, gulyásleves csak néhány azok közül az ételek közül, amelyekkel versenybe szálltak a rendvédelmisek. Tűzoltók, rendőrök, polgárőrök egyaránt képviseltették magukat. Bár mindenki igyekezett a legjobb tudása szerint főzni, az elsődleges szempont nem a helyezés, hanem az együtt eltöltött idő volt. Az elmúlt hetek eseményei az nagymértékben befolyásolták a rendezvényt, egyáltalán abban sem voltunk biztosak, hogy meg tudjuk, vagy meg kell-e rendeznünk, hiszen látjuk azt, hogy Sárospatakon szerencsére sikerült úrrá lenni az árvizen, köszönhetően annak az összefogásnak, amelyet a bodrog halászi lakosok és a sárospataki lakosok az elmúlt vasárnap délután produkáltak itt Sárospatakon, tehát itt komolyabb probléma nem volt. De sokkal nagyobb a probléma Sátoraljóhelyben, ahol több mint 700 embert kellett kitelepíteni. Ennek ellenére úgy döntöttünk, hogy ezt a rendezvényt megszervezzük. Szerencsére most azoknak az erőknek, akik egyébként itt vannak és valamennyien részt vettek az elmúlt hét során az árvízi védekezésben, talán egy kis kikapcsolódás feltöltődést jelenthet. Sajnos egy komoly feladatot jelentett az árvíz helyzet, mint Sárospatakon, mint Sátoraljóhelyben. A tűzoltóság nagy erőkkel volt mozgósítva, illetve nagyon sok kolléga dolgozott ennek érdekében, és majdnem kétségessé vált ennek a rendezvénynek is a sorsa, hiszen a bodrog most is árad, ahogy hátra tekintünk magunk mögé, de szerencsénk van, és akkor így ezt a mai napot a kikapcsolódásnak szentelhetjük. Mert az első rendezvény nagyon jól sikerült, és azt szeretnénk, hogy Patakon hagyománya lenne a főzőversenynek, szét kell nézni, ideális környezetben rendezzük meg. Sárospatak egyik legszebb helyén került sor a főzőverseny megrendezésére. A mesterszakácsokból álló zsűri kora délután több szempont alapján értékelte az ételeket. A tálalás, az ízek harmóniája egyaránt fontos volt. Mindenki a saját hagyományának, tájjellegének megfelelően bográcsba, tüzön, szabad tüzön, roston. Itt általában minden étel bográcsba készült. Magyaros ételek általában, bodrogközi tájjellegű ételekkel találkoztunk. Itt találkoztunk vaddisznóval, őszpörkölttel, szarvassal, pulykával, sertéstarjával, tehát mindenféle ételt. Kiki a saját csapatának megfelelő nyersanyagból. A 16 csapat közül végül a Sátoraljóhelyi Rendőrkapitányság szlovák-magyar közös kapcsolattartási szolgálati helyen nyert töltött káposztával. A szlovák kollégámmal együtt a mai napon egy közösen töltött káposztát készítettünk el. Nagyon jól éreztük magunkat, nagyon jól érezzük magunkat. Díjazásra igazából nem számítottunk. Tavaly megnyertük a külön díjat. A mostani célunk az volt, hogy legalább egy oklevelet kapjunk, hogy fel tudjuk szögelni a másik mellé, a Lajos barátommal. Nagyon meglepődtünk, hogy az első díjat elhoztuk, nem számítottunk rá, és nagyon jól érezzük magunkat. A többi csapat sem ment haza üres kézzel, valamennyien jutalmat kaptak, illetve az élmény mindenki számára adott volt.